Igen, még elmagyarázom, hogy került ide. Burgó doktor úr elrendelte, hogy reggelenként 12-szer járjak oda-vissza a szobámban. Azt viszont elfelejtettem megkérdezni tőle, hogy keresztben vagy hosszában. Nagyságos úr! Halkabban te égetni való valósággal belerázkodott az agybelőm! Nem tudod, hogy beteg emberrel csendesen kell beszélni? De nagyságos úr! Mit mondtam, hogy halkabban? Mi az? Mit mondasz? Azt akartam mondani... Hallgassában, mert nem értek sem! Azt akartam mondani, hogy egy úr keresi a nagyságos urat! Bocsásd be! Jöjjön be! Uram! Csak csöndesen, a nagyságos úrnak még belerázkodhat az agya. Örvendek, uram, hogy talpon találom, s láthatóan jobb állapotban. Hogy jobb állapotban? A nagyságos úr nagyon is rossz állapotban van. Én azt hallottam, jobban van, s látom is, hogy jobb színben van. Mit akar azzal mondani, hogy jobb színben van? A nagyságos úr még sose volt ilyen rosszul. Csak ostoba fajagok terjesztették, hogy jobban van. Ez az igazság. Jár, kél, alszik, eszik, iszik, de ez nem ok arra, hogy súlyos beteg ne legyen. Úgy van. Vigasztalhatatlan vagyok, uram. Kedves leánya énekmesterének a megbízásából jöttem. Neki néhány napra vidékre kellett utaznia. Mint meghitt barátját, engem kért meg, hogy helyette folytassam a leckéket. De hogy a megszakítás következtében a kisasszony azt is elfeledje, amit tud. Nagyon helyes, szólj anyag a lányomnak. De nem volna jó, hogyha inkább az urat vezetném a kisasszony szobájába? Nem, jöjjön csak le ő ide. De nagyságos ura, nincsenek kettesben, nem tud rendesen leckét adni neki. Dehogy nem. De a nagyságos urnak itt csak a fejét fájdítják, pedig ebben az állapotban, amiben van, igazán kerülnie kell az izgalmat. Még belerázkodhat az az ücü-pücü agybeleje. Ugyan, szeretem a zenét. Meg amúgy is jól esne. De amit hallom, már itt is van. Menj, nézd meg, felöltözött-e már a feleségem? Kislányom, zenemestered vidékre utazott, és ezt az úriembert küldte helyetteseként. Nagy ég! Mitől vagy így megdöbbenve? Ez valóságos csoda! Csoda? Igen. Ugyanis az éjjel azt álmodtam, hogy rettenetes bajba kerültem. Amikor egyszer csak valaki szakasztott olyan, mint az úr, elém állt. Én a segítségét kértem, és ő kimentett a bajból, amiben szuhantam. Hát, igencsak meglepődtem, amikor őt látom itt, aki egész éjjel a fejemben forgolódott. Áldja a sorsát, aki a kisasszony fejében forgolódhat. Akár álmában, akár ébren. Mert nincs a világon olyan, amit ne. Tízisten, most már én is a nagyságos úr elé állok. Mi van? Visszavonok mindent, amit a tegnap mondtam. Az öreg kolikációs doktor úr meg a fiatal kolikációs doktor úr vannak itt látogatóban. Micsoda vő, micsoda fő! Ilyen nősülést akarom mondani, vősülést, fősülést. Csak két szót váltottam velük, itt vannak a konyhában. Helyre egy legés, micsoda ész! Még csak két szót hallottam tőlük, de már is oda vagyok. A kisasszony is biztos oda lesz. A világért se menjen el, uram, ugyanis férhez adom a lányomat. A jövendőbelie épp most van látogatóban. Ő még nem is látta. Végtelenül megtisztel parancsával, hogy a boldog találkozó szemtanúja lehetek. Egy ügyes orvosfia a vőlegény. Elragadom. 4 nap múlva lesz az esküvő. Még egyszer elragadom. Említse meg zenemesterének, hogy eljöhet a lakodalomba. Nem fogom elmulasztani. Na, meg magát is meghívom. Nagyon megtisztel vele. Gyorsan helyet rendet, itt vannak. Ha ha ha.
Elnézést, de Furgó doktor úr megtiltotta, hogy hajdon fönt legyek. A doktor úr szakmabeli, tudja mi a következmény az ilyennek. Célunk mindig a beteg segítségére, nem pedig ártalmára lenni. Boldog vagyok! Szerencsének tartjuk, hogy szerény házamat, Tamás fiam és én, látogatásukkal kitüntették, folytanú jelét adhatjuk, magam szerettem volna, a feletti örömünknek, felkeresni kegyedéket, hogy a látogatás örömében, hogy tiszteletem kifejezzem, és abban a kegyben, de doktor úr tudja, részesít bennünket, hogy milyen a beteg ember, hogy rokonaivá fogad, így hát csak így csak itt, viszonzásuk biztosítjuk, mondhatom milyen szívesen, hivatásunk minden területén, ragadom meg az alkalmat, de egyebekben is, hogy bármiben, bármikor, a legnagyobb buzgalommal, a rendelkezésre álljak, leszünk mindig szolgálatára. Gyerünk, Tamás fiam! Lépj ki! Mondd el az üdvözléseket! Először is az apáit, ugye? Az! Uram, uramban, én ezennel egy második atyát köszöntök, tisztelek, szeretek és emelek magam fölé. Oly második atyád, még pedig a iránt felszóval merem hirdenni, többen nem a hálaérzet, mint az első iránt. Az első megnemzett, ám ő kiszemelt, minden keletnezett magához, ám ő kegyes pillanattal fogad magáinak. Amit neki köszönhetek, az egy kis testi teljesítmény, de amit önnek köszönhetek, az a szabad akaratú lélek teljesítménye. Ilyeténképp a mennyivel fölötte válnak a szellem képességei a test képességeinél, annyival többel tartozom én önnek, és annál többre becsülöm az elközelgő családi kapcsolatot, amelyet én ezennel is szerencsém van bemutatni legalázatosabb és legtiszteletteljesebb hódolatom megnyilvánulását. Éljenek az iskolák, ahol bárkit ilyen finomra parognak. Apa, jól ment? Optimál. Rajta, köszöntsd te is. Meg is csókoljon? Meg, ha. A mindenható méltán ruházzak egyedre asszonyom az anyósi, a napom asszony nevet. Hát de ez itt a lányom, kérem, nem a feleségem. És ő hol? Mindjárt itt lesz. Várjak addig, apa. Köszönj addig is a kisasszonyt. Kisasszony. Valamint a szobra, mely a napsugarainak érintésére tegyük a szózatok hallatot, aképpen öntel édes érzés árja engem. A kegyed szépségének. A kegyed szépségének napsugárjait, és amiként a természetbuvárok megfigyelése szerint a szünetlenül és közönségesen napraforgónak nevezett növény ezen nappali csillagzat felé fordul, aképpen fog forogni az én szívem kisasszony két szemének tündöklő csillagai felé, úgyis, mint egyetlen sarcsillagon felé. Engedtessék hát meg nekem, hogy bájai oltároztopához szerény áldozatul kiakasszam szívemet, amely nem vágyik egyéb dicsőségre, mint csupán arra, hogy kegyed legalázatosabb és legtiszteletteljesebb szolgája és hitvestársa legyen. Ezt teszi az iskolázás. Hát a szép szólásra kitanították. No, ehhez mit szól? Az, hogy csodálatos. A doktor úr orvosnak is olyan jó, mint szónoknak, gyönyör lehet a betegének lenni. De mennyire? A még nagyobb csoda az lenne, ha a savait épp úgy bevennék, mint a szavait. A kakasok és a gyúk. Kislányom, mozd gyorsan egy hangerősödő gyógyszerrel. Nem tudok beszélni. Köszönöm. Na, mindjárt jobb. A doktor úr láthatja, hogy mindnyájan fia ura bámulói vagyunk. De gondolom, hogy büszke is arra, hogy ilyen fia van. Nem azért, mert én vagyok az atya, de mondhatom, kedves Nász uram, joggal lehetek büszke rá. Hisz a híre is mindazok körében, akik csak ismerik az, hogy nincs ebben a gyerekben semmi. Rosszaság. A képzelőjel nem valami élénk. És az a bizonyos szellemi szikra sem volt meg benne soha,
amely némely gyermekben észlelhető. Ám én épp ezért bíztam már elejétől fogva az ítélő képességében, mint hivatású nélkülözhetetlen előfeltételében. Már kiskorában sem volt az, akit pajkosnak, virgoncnak, szemfülesnek mondanak, inkább mindig csöndesnek, békésnek, szelídnek bizonyult, aki megfontolja a szót és a úgynevezett gyermeki játékokba se ártja bele magát. Az olvasásra csak elképzelhetetlen fáradalmak árán lehetett megtanítani. Mikor kollégiumba adtam, víz sokat killodott, de állta a sarat. Professzorai mindig nagyon meg voltak elégedve szorgalmával, fáradhatatlanságával. Nos, végül is addig verte a vasat, amíg meg nem hajlította, amíg meg nem szerezte a képesítést. És 2 éve, amióta a fakultáson van. Dicsekvés nélkül mondhatom, nem akadt még kandidátus a kar disputájában, aki nálánál több zajt csapott volna. Valósággal rettegik, nincs eset, hogy ő ne védelmezni köröm szakadtáig az ellenkező álláspont. A vitában Szilárd elvéhez fogányul ragaszkodik, meggyőződéséből sosem enged. Érvelését a logika legkisebb zugáig vezeti vissza. Ám a legjobb, és nekem mindenek fölött ezt tetszik benne a legjobban, mert etéren az én példámat követi. Az, hogy vakon kitart eleink elmélete mellett, vagyis soha nem csak meghallgatni, de elfogadni sem volt hajlandó századunk úgynevezett felfedezéséről szóló bizonylatokat, meg tételeket, mint például létezik a vérkering. Íme doktori értekezésem a keringősök ellen legyen szabad átgyújtanom a kisasszonynak úgyis,